Sziasztok, kedves barátaim! Megyünk most Kaposvárra. Próbálok hangosabban beszélni, jó halljátok. Van egy régi ismerős barátom, Krisna hívő, aki üzletember, de most utolsó napok maradták, halálosan beteg. Elmegyek hozzá a kórházba, most sokan járnak ilyenkor, amikor valaki készül a utolsó vizsgára, hogy segítsünk neki felkészülni, támogatjunk tudással, morálissal, lelkileg, és hát nem tudom, tudjátok, ilyen, ez egy érzékeny dolog, hogy ilyenkor nem biztos, hogy lesz lehetőségem ott fényképeket csinálni, felvételeket, nem ez a lényeg, de majd beszámolok, miután onnan visszajövök, és mi történt. Igen, hogyha nem, majd mesélek, mik voltak a véleményeim. Na, megjártunk akkor most a kórházat, itt látjátok a videón, legalább külső, tudját, ez nem, én nem vagyok újság riporter, aki a értékes, nekik számukra értékes képek miatt bemennek, és mind rögtön kameráznak, ez nem, azért inkább akkor átadom, mi volt, indulhatom, hogy igen, hát a jó nagy kórház kicsit új, nem az a régi. Nagyon kedvesek voltak. Igazolást kellett mutatni, de nem, igazából nem kellett mutatni, elfogadták, hogy mondtam, hogy van két oltása, van igazolása. Nem kellett mutatni, bementem oda. Ketten fekszenek, ott van a Dana Jai Prabhu, aki a barátunk. Ő, és van még egy másik. Alszik, szerintem el van altatva egy kicsit, nem tudom. Hát ilyenkor tudjátok, hogy onkológiai betegségek, nagy fájdalmakkal járnak, és azért kórházban is marad. És hát itt az a lényeg, hogy ilyenkor tudjátok, amikor valaki már halálosan beteg, akkor már csak, ilyenkor már csak vársz, amikor elhagyod a testedet. Gyakorlatilag mindenki erre vár, csak ki, mikor, kivel, mikor történik, ez egy kérdés. És ezért nagyon fontos, tudatosabb lenni. Most emberek próbálnak erre nem gondolni. Lehet, hogy nem gondoljunk minden nap, mert akkor nagyon komor lesz mindenki, de nem felejtsünk, hogy ez fog történni. És gyakorlatilag mi az élet értelme? Embernek az élet értelme? Atato Brahma Jigyasu, aki emberi testbe született, hogy építsen fel, érdeklődjön, kutatjon Istenség legfelsőbb személyiség után. Mert aki ezt a feladatot végzi, ez az embernek a küldetése. A léleknek, aki emberi testben van, igen, arra. Ez a küldetése, és akkor nem kell újra itt születni, mert minden élet véget ér, és akkor valamikor betegség, valaki mikor más, de még de mindig vége ez a csúnya halál.
És akkor eljöttem oda hozzá, ott fekszik, de igazából nem is annyi, nem fekszik, hanem így ül. Szóval így ülve fekszik. Na. És hát 5 percet engedték lenni, mert ez egy kórház, és akkor ott le tudtam ülni, tudatnál van, akkor lehet, hogy kicsit hallott, vagy valami, így szólták, hogy jöttem, a kórház dolgozó hölgy, nem tudom, orvos, vagy valaki. Leültem, és akkor elkezdtem, 25 zaj ne legyen, és akkor elkezdtem mondani a mantrát, Hare Krishna mantrát, 108-szor, kérte Dana Csáprava hangosabban, és akkor először így fél hanggal, és akkor elkezdtem hangosan beszélni, és akkor utána mondtam egy pár, amikor ez ilyen 10 perc volt, na 5 percet engedték lenni, de ez 108, az ilyen japa, egy kör 10 percet tartott, és akkor utána pár dolgot beszéltünk, nagyon nehezen tud beszélni, de megfogtam a kezét, ő nyújtotta a kezét, megfogtam, mondtam, hogy imádkozunk, sokan vagyunk vele, és csak koncentráljon a hangra, a Hare Krishna mantrára, mert az fog vezetni tovább a lelki helyállomásra, és akkor minden rendben lesz, minden jó lesz. Tudjátok, amikor ő egy hívő egész életben gyakorolt a Krishna tudatot, és ilyenkor Krishna rendezi, hogy legyenek Krishna hívő körülötte, és lelkileg támogassanak, segítsenek, hogy túllépjen ezen az utolsó vizsgán. Ez egy fontos dolog. Ugyanakkor bárki, aki ilyen szerencsés, hogy halál előtt, vagy halál pillanatban jönnek hozzá hívők, szent emberek, majd ott jobbra lesz, akkor ez a legnagyobb szerencsém, akkor meg tud változtatni az egész karmáját, és akkor ember vagy következő születés még maradt, és bakta lesz következő életben, hívő, lelki személy, vagy akár visszamegy lelki világba. Szóval igazából ez az élet értelme, ez az élet célja, hogy mi nem tartozunk ebbe a világba. Ide jöttünk, itt csak szenvedünk, háború, betegségek, halál, rossz kapcsolatok, annyi sok minden van. És intelligens emberhez szól ez a videó, aki intelligens, az vegyen komolyan az emberi életet, ne pazaroljon rá egy pillanatot se, és csak használjon arra, hogy hogyan én meg tudok valósítani, lélek vagyok, és újra tudok saját kapcsolatot Istennel újraállítani, felfrissíteni. Akkor ez a siker. Nem a pénz a siker, nem a nagy pozíció a világban a siker, mert az ideiglenes annak vége. De a lelki az öröki siker. És ez boldogság, mert ez egy viszonyok Istennel, egy szeretet, egy szolgálat. Ezt szeretnék mondani, hogy ezek a pillanatok ébresztő legyenek, amikor találkozunk azokkal, akik haldoklódnak. És segítsünk másoknak, amikor valaki kész elhagyni a testét, imádkozunk, támogatjuk, mert utána mi is leszünk ugyanebben a helyzetben. Köszönöm szépen! Nem kell elkeseredni, mert hogyha Istennel van kapcsolat, minden ember lesz. Hare Krishna!